Rongyosan az Isten előtt. Kolozsváron is bemutatták a György Pál Albert vértanúpapról szóló könyvet. Hogy ki is volt ő, mi az ő életének és áldozatának üzenete a mai kor számára, kérdezem a könyvírójától, Serfőző Levente atyától, aki a Szeged Csanádi Egyházmegye papja, oktatási püspöki helynök, és akit szeretettel köszöntök az Erdélyi Figyelőben. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a tévénézőket! Kezdjük is talán akkor ezzel a kérdéssel, atya, ki is volt ez a bizonyos György Pál Albert vértanúpap, talán kevesen ismerik még a katolikus világból is, meséljen nekünk kicsit róla. György Pál Albert 1914. június 28-án született egy lövétei családban, de egy elszármazott családban, mégpedig egy bánáti településen Nagybecskerek mellett Melencén. Rögtön az elején el szoktam mondani, hogy György Pál Albert élete és az egész családjának az élete kicsit tükrözi a 20. század magyarságának a sorsát, hiszen egy erdélyi család, egy székely család gyermekeként születik meg a délvidéken, majd a Trianon következtében Békés Csabára kerülnek, papi hivatást érez, igent mond, de a Csonka váradi egyházmegye kispapja lesz. Ezért nem tud hazajutni Nagyváradra, és Szegeden iratkozik be a teológiára, mint váradi kispap, ott szenteli pappá, Gladferde Gyula püspök, és marad az anyaország odaszakadt területén, orosházán káplán, majd pedig tábori lelkész, és hazatérve pedig újra ifjúsággal foglalkozik, hitoktatással. Az élete nagyon rövid volt, 33 évet élt, 10 éves papként lett vértanú, és az oka, amiért vértanú lett, és ahogyan az életét adta a hitéért, az egyházért, az nem volt más, mint hogy az ifjúsággal foglalkozott, hitoktatott, és ez nagyon-nagyon szemet szúrt sokak számára. Persze nem ez volt az elítélésének az oka, hanem három újságcikk, amit elővettek, és amelyben ő az oroszországi élményeit, tapasztalatait, a diktatúra áldozatairól írt gondolatait vették alapul, és 9 hónapra a váradi várbörtönbe, ami akkor egy lágerként funkcionált, ott tartották fogva, nagyon-nagyon bántalmazták, megverték, rengeteget szenvedett, és végül nagy betegen került ki a várbörtönből. Berci atyára val az ő lelkesedése, kitartása, hogy még ezek után is szolgálni szeretne. Egy pár hónapig sikerül, de sajnos nem tudta tovább folytatni lelkipásztori szolgálatát. Egy hosszú passió következett a bántalmazások és betegségek következtében, és gyakorlatilag 1947. július 19-én nagyon nagy szenvedések közepette, hosszú-hosszú betegség után meghalt Nagyváradon. Amint ön is említette, ugye... Ez a rövid élete, hogy össze lehet foglalni pár percben. Igen, és amint ön is említette, ugye hát a krisztusi korban nagyon fiatalon, 33 évesen halt meg. Magyarország kolozsvári főkonzulátusának a meghívására itt Kolozsváron is bemutatták ugye a könyvet, és itt is elhangzott az, hogy Berci atya, ahogy ön is említette az előbb, egyike azon mártírjainknak, akik nem akartak meghalni, de amikor kellett, életüket adták hitükért, az egyházért. Talán most így a 21. században, ahogy mi szoktuk mondani, a rohanó világunkban, az elembertelenedő világunkban, és annyi minden jelzőt ráhúzunk a mai világra, egy picit akár furcsán is tud hangzani, hogy valaki életét adja a hitéért, valaki életét adja az egyházáért. Mi az ő üzenete a mai kor számára? Egyrészt a hűség abban a szolgálatban, abban a feladatban, amire ő igent mondott. Tehát a mai ember szeret sok mindent kipróbálni, sok mindenben jelen lenni, sok mindent csinálni. Az ő élete, György Pál Albert élete, nem mondhatni, hogy nagyon különleges volt abban, hogy rendkívüli dolgokat csinált volna, vagy rendkívüli feladatokat végzett volna. Egyszerűen tette a dolgát. A hétköznapokban, a papi szolgálatban, a nevelésben, az oktatásban, és akkor is tette, amikor nehéz volt.
Tehát ez a megmaradni, kitartani, hűségesnek lenni, akkor is, ha nehéz. Számomra György Pál Albert Berci atya élete ebben egy nagy üzenet. És ezt nem csak mi érezzük így, nem csak mi tapasztaltuk meg így, akik az ő életét megismertük, vagy egy hála Istennek egyre többen megismerik, hanem az ő kortársai életszentség hírében állt. Hát úgy tekintettek rá, mint egy szentre, aki tiszta lelkű és teszi a dolgát. Mi ez, ha nem az emberségnek az egyik legszebb erénye és legszebb arca? Hogy az ember, amire igent mondott, amerre elindult, azt az utat végigjárja. Tehát meghozni egy döntést és abban megmaradni, azt hiszem a mai embernek ez egy nagy kihívás. A fiataloknak, felnőtteknek egyaránt. Hogy maradok abban, ami felé elindultam. Van egy érték szemléletem, egy értékrendszerem, akkor annak keretei között élek. Abban kitartok, ahhoz hűséges maradok. Berci atyától ezt a hűséget, ezt a helytállást tanulhatjuk meg. Bizony, és mekkora szép üzenet ez. Itt közben a kezemben tartom az ön által írt könyvet, és mutatom is a kamerának, egy nagyon szép kötetről van szó, amely tele van tűzdelve fotóarchívummal. Mutatok is itt egy néhányat belőle, és közben arra kérem az atyát, hogy arról meséljen, hogy honnan származnak ezek a fotográfiák, az archív fotók, és hogyan szerkesztette a könyvet, kiknek szól, kiknek ajánlja. Gondolom, hogy örök érvényű, tehát bárki szívesen forgathatja, és bárki tanulhat belőle. A fotók nagy része Berci atyának a személyes fényképalbumából származnak. Hiszen ránk maradt az a fényképalbum, amit ő maga állított össze még élete során, és a saját fényképezőgépével, a saját előhívása után minden fénykép alá nagyon ügyesen, mint ahogy mi is ma Facebookon mindig odaírjuk, hogy mit posztol az ember, hol jár, mit csinál, kiket lát a fotón az illető. Ugyanígy ő is megtette, minden fotóhoz tintával aláírta, volt egy ilyen kis fehér sáv, talán látunk is majd néhány olyan képet, íme egy-kettő, ahol megtudjuk, hogy mi történt, hol jár Berci atya, kikkel találkozott, és Ez egy kincs, ez egy nagy-nagy ajándék, hogy a család végül is, akiket nagyon-nagyon-nagyon nehéz módon is, mint a tű a szénakazalba, körülbelül így, de megtaláltam, sikerült eljutni a családig, az ő családi leszármazottjaig, unokahúgáig. Nos, ezek a fényképek láthatók, illetve sok olyan dokumentum, amely a szegedi szemináriumból, ahol ő végezte a teológiát, onnan lett beillesztve, illetve korabeli olyan újságok, amelyben az ő írásai jelentek meg. Ugye, hát példaképként szolgálhat Berci atya is mindenki számára, de ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy még vannak archívumokban, levéltárakban, hát olyan hagyatékok, akik példaértékű emberek hagyatékai lehetnek. Folytatja akár ezt a kutató munkát, vagy hogyan áll ehhez a tematikához? Biztos vagyok benne, hogy vannak még olyan részletek, amelyeket nem találtam meg. Már a könyv megjelenése óta is többen megkerestek, és fölhívtak telefonon, juttattak el hozzám olyan, mondhatni, történeteket, személyes beszámolókat György Pál Alberttel kapcsolatban, ami az ő gyerekkorukhoz kapcsolódik, és onnan őrizték egész mai napig titokban, hiszen György Pál Albert egy olyan vértanunk, akinek a példája nagyon-nagyon eleven volt akkor, amikor elhunyt, és amikor konkrétan a vértanúságát megélte, és a kommunista diktatúra alatt, mint mikor a hamu alatt a parázs még tartja a meleget, tartja a tüzet, a lehetőséget, az emléket, ugyanígy tartották az ő emlékét és példáját a szívükben az ő hittanosai, az ő ifjúsági csoportba járó fiataljai, akik még a 90-es években szentmisét irattak az ő lelki üdvéért, vagy akik újra elkezdtek a 80-as években beszélni az ő példájáról. Tehát
egy olyan szilenciummal átitatott diktatúrában, amikor nem lehetett beszélni, mégis túlélte az ő példája. Tehát ez is egy csoda önmagában, hogy évtizedekig senki nem szólt róla, és mégis az ő példája most egy fénylő csillag a magyar egyház egén. Tehát önmagában ebben is a Jóisten gondviselését látom, és hát hadd mondjam el azt, ami a leginkább megérintett, és ami a könyv címét is adja, ha valaki nagyon kezébe veszi, rongyosan Isten előtt. Az az életszentség, amiben ő élt, ez abból is megmutatkozik, hogy amikor meghalt, és ott volt a ravatalon, akkor aki csak oda került a ravatal mellé, mindenki vágott egy darabot a reverendájából. Ezt Szent Erzsébetnél látjuk például. A szenteknek kiáró tisztelet vette körül még a halálos ágyán is. És ezért van az, hogy rongyosan került az Isten elé, Berci atya. Igen. Nagyon szépen köszönöm ezt a történetet, mint ahogy nagyon szépen köszönöm azt is, hogy az ön könyve által, hát az Erdélyi Figyelő nézői is megismerhették György Pál Albert vértanú papot, azaz Berci atyát. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.